Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 15-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezen a képen a csillagok láthatók. Természetesen lehet az, hogy ő elgondolkozik azon, és érdekli az asztrológia. A csillagok a szerencsét jelentik, tehát ő úgy gondolja, hogy jóra fordul minden. Azon kívül itt látható a harmónia, az arany és az ezüst, a nap, a hold, az éjszaka, a nappal, a férfias energia és a nőies energia, ő megpróbál valamit rendbe tenni, harmonizálni az életében. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, és ezt megnézzük a következő kártyánál. Ez a kép mutatja a múltját, és az ő múltjában voltak nehézségek, kihívások, küzdelmek. Ő keres most egy kiútat, hátat fordít ezekre a személyekre, vagy le akarja zárni a múltját. Vannak még félelmek, de nála megvan ez a jó gondolat, hogy érzi azt, tudja azt, hogy jóra fordulnak a dolgok. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba, mit fog közölni veletek, ezt mutatja a következő kártya. Amit ő közöl a következő napokban vagy hetekben, ez itt ez a képen látható, ez a könnyűség. És ő szeretné azt, ha ti is spontán reagálnátok. Az lehet egy véletlen találkozás, de előfordulhat, hogy ő ezt tervezi, de úgy tesz, mintha véletlen lenne. Ő nem a jövővel foglalkozik most, hanem a jelennel, és azt szeretné élvezni, ő szeretne ebben a könnyűségben maradni. De amit ez a kártya még jelenthet, hogy ő túl könnyelműen veszi a dolgokat, és eljátszik valamit. És lehet, hogy ő emiatt kockáztat valamit. Legyetek ti okosak, és hozzatok okos döntéseket. A következő kép mutatja a napi energiát, egy ilyen lelki üzenetet. Kell most egy új stratégia, egy új álláspont. Figyelj oda az életutadra, mert ez vezet a szerelemhez, ez által lesz szerencséd. És ez volt a lelki üzenet. Nekem is van egy üzenetem. A Facebookon van két oldalam, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. Ott minden nap beszámolok a napi energiáról, a maja naptár szerint, azt is, hogy mikor indul egy új hullám, ez olyan, mint nálunk a hét, de a maja naptárban 13 napig tart, azon kívül mikor nyílik egy égi kapu a plejádok felé, mikor van ez a finom energiamező, az lesz most 14-én és 15-én, leírom, hogy ez mit jelent, azon kívül a hold állását, mint például most az új hold, mit közöl ez velünk, azon kívül tervezek még valamit, de ez legyen most egy meglepetés. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500
forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!